Tele vannak a vizeink hulladékkal. Igaz. A PET palackokból Magyarországon évente a becslések szerint 1,5 milliárd darabot hoznak forgalomba, ez naponta körülbelül 4 millió, óránként pedig 180 ezer darab műanyag palackot jelent. Körülbelül 70%-uk pedig soha nem lesz újrahasznosítva. Térségünkben a Tisza szennyezettségének felszámolására jött létre a civil kezdeményezésű PET kupa. Az elmúlt 10 évben több mint 130 tonna szennyezőanyagot távolítanak el a Tiszából. Ez több mint 1,5 millió darab PET palack súlyának felel meg. A kora tavaszi és a késő őszi árhullámok azonban mindig újabb adag szemetet hoznak keleti szomszédainktól, így mindig szükség van az újabb önkéntesekre is. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.